Azt ugyan erősnek érzem, amire Vadai Ágnes tett javaslatot, tehát hogy a második világháború végéhez hasonlóan újságírókat, úgynevezett propagandistákat kivégezzenek Magyarországon, de azzal viszont egyetértünk, hogy szabályozni kellene Magyarországon egy új média törvénnyel a propaganda vagy az újságírás művészetét. Ugyanakkor, minthogyha Vadai Ágnes csak félig látná az igazságot, és azt gondoljuk, hogy ha Vadai Ágnes átmondott, akkor mondjon B-t is, és beszéljen arról, hogy Magyarországon az egyik legnézettebb hírműsor azon az RTL Klub nevű csatornán fut, ahol vagy ahová az elmúlt 25 esztendős politikai pályafutásom alatt még egyetlen egyszer sem sikerült bejutnom, nehogy esetleg valamilyen nemzeti, jobboldali vagy konzervatív álláspontot is el tudjak mondani. Szeretném arra emlékeztetni Vadai Ágnest, hogy az RTL Klub tulajdonosa a Bertelsmann cég az, amely cenzúrázza a hozzászólásokat, a magyar állampolgárokat is a Facebookon, és hogyha ilyen új média törvényre van szükség, amelynek a megalkotásában a Mi Hazánk mozgalom szívesen együttműködik más pártokkal, akkor először a közösségi média működését kellene szabályozni, hiszen például az LMBTQ stb. Propaganda az egy olyan szent tehén, amelyet kritizálni sem lehet, hiszen azonnal cenzúrával találja szembe magát az ember, vagy akár a bevándorlás kérdése, akár az európai lakosság lecserélése az mind olyan téma, amellyel kapcsolatban a cenzúra minden egyéb médiumnál durvábban működik a közösségi médiában. Tehát azt gondoljuk, hogy ha ugyan Vadai Ágnes kivégzésre utaló javaslata, ami azánk szerint egy kicsit durva, ennek ellenére azt gondoljuk, hogy kell egy új médiatörvény, de elsőként a legdurvább cenzúrát gyakoroló Bertelsmannnal, a Facebookkal és az RTL Klubbal szemben kellene megfogalmazni olyan iránymutatásokat, amely kizárná azt a fajta gyakorlatot, azt a cenzúrát, amellyel szinte minden magyar állampolgár már találkozott itt Magyarországon.